A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok! Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Bóbori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke. Szervusz! Szervusz! Egy kicsit a múltról, és természetesen a következő időszak programjairól fogunk beszélgetni. Hát a Donkanyar. Én azt gondolom, hogy a Donkanyar kápolnánál most ismét egy olyan megható és üzenetekkel bíró emlékezés történt, ami nagyon-nagyon fontos, és külön kiemelném azt a gondolatsort, amit te megfogalmaztál. Mindenki meglepődött, tulajdonképpen egy levélről volt szó, ami egy régi időt idéz fel. Onnét jött a gondolat, hogy így, mert én néztem ott az embereket, és azt vettem észre, hogy mindenki megdöbbent egy kicsit. Igen, hát engem megkért Berdó Gábor, a Duni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség elnöke, hogy járuljak valamivel hozzá ehhez a rendkívül szép megemlékező ünnepségen. Hát azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy talán az egyik legszebb ilyen megemlékezés volt a Donkanyar kápolnánál. És akkor eszembe jutott, hogy nem verset vagy egy száraz köszöntő szöveget, hanem egy olyan írást olvasnék föl, ami tulajdonképpen egy fiktív beszélgetés egy Doni hőssel, aki 1943-ban ott meghalt, és ezzel az egykori hadnaggyal beszélgettem én természetesen otthon is, a Donkanyar kápolnánál, és kint a Donnál is. Tulajdonképpen arról szól ez a történet, hogy én a Don mellett megismerkedtem ezzel a hadnaggyal. Akivel ott beszélgettem, élő ember, egy holt emberrel, és aztán amikor hazajöttünk a Dontól, akkor kint a Donkanyar kápolnánál is felidéztem és megidéztem őt, és folytattam ezt a beszélgetést. Aminek a vége aztán az, hogy elárulom neki, hogy a felesége, aki 1943 óta feketében járt, úgy gyászolta őt, meghalt. De tulajdonképpen ez a történet, és mondtam végezetül, hogy hát kedves hadnagy úr, a felesége meghalt, és nem sokára találkoznak abban a szeretetben, amiben az életüket leélték. Igen, ezzel kezdődött, és rendkívüli méltóságot adott ennek a történetnek, ami nagyon-nagyon nagyon fontos számodra is, hiszen a Doni Bajtárs és Kegyeti Szövetség alapító tagjaként, vezetőjeként nagyon sokat tettél azért, hogy ez így maradjon. Ugyanakkor a Vörösmarty Társaság is meghirdette a Requiem a Don hőseiért pályázatot, ami megint csak nagyon fontos, hiszen itt a fiatalok mutathatják meg, hogy miként gondolnak erre az időszakra. Igen, így éreztem, hogy ez nagyon-nagyon fontos lenne, és nagyon fontos, a beadási határidőket folytonosan el kellett tolni, mert nem készült el a kápolna, és azt szeretnénk, hogyha a kápolna fölépítésekor, tehát amikor már elkészült a kápolna, akkor adnánk át ott a díjakat és az eredményhirdetést. Be kell vallani azonban, hogy egyelőre nagyon kevesen jelentkeztek fiatalok. Az ország összes középiskolájába szétküldtük és küldjük. Hát nagyon bízom benne, hogy a hátralévő hetek alatt még érkeznek pályázatok. Igen, hát én pedig bízom benne, hogy rövidesen ismét megkezdődik a felújítás, illetve folytatódik, mármint a Doni emlékkápolna felújítása. Ugye erről Berdó Gábor és Tanárki Gábor is beszélt röviden. Menjünk tovább, hiszen rövidesen kezdődik a Magyar Kultúra Napja.
Mielőtt azonban azt hiszem, hogy évről évre nagyon lívós programokat szerveztek, de megjelent a Vár. Ennél fontosabb azért nincsen. Igen, most csütörtökön lesz az új Várnak a bemutatója. És nyilván én nem nagyon tudom értékelni, vagy nem értékelhetem ezt az új számot, de többen mondták már, hogy kiváló, nagyon sokrétű, kiváló szám. Csütörtökön majd meglátjuk, hogy mi lesz a fogadás. Ez fontos számunkra mindenképpen, mint ahogy fontos számunkra, ugye a magyar kultúra a fehérvári részének talpontja a Vörös Marti Társaság mindenképpen, ezért aztán a Magyar Kultúra Napja is egy kiemelt eseménysorozat. Kezdjük talán a Köstler H.I. Gyula egy 40 éves barátság története címmel lesz egy előadás Móroc Gábor részvételével. Ugye Köstlert és H.I. Gyulát ismerjük, tehát egy fantasztikus összehasonlító gondolatsor kerekedhet ebből ki. Igen. Nagy meglepetés volt nekem. Köstlernek a műveit újraolvasni az utóbbi hetekben, és mondhatom azt, hogy a magyar irodalom két legérdekesebb sorsú és legváltozatosabb munkássággal bíró írójáról van szó. Mind a ketten évtizedeket töltöttek, éveket töltöttek a Szovjetunióban. Elkötelezett kommunisták voltak, abszolút, nem titok. Abszolút elkötelezett kommunisták voltak, és aztán hát ezután, a csodálat után, amivel ők várták az átalakulást a Szovjetunióban, ebből egy hatalmas nagy csalódás lett. És ez talán ez okozza az ő élettörténetük, meg működésüknek, életművüknek a rendkívüli érdekességét és izgalmát. Én nagyon bízom benne, hogy nagy meglepetés lesz remélhetően sok hallgató részére az ő életük és élettörténetük. Igen, hát Arthur Köstler, ugye magyar-brit íróról beszélünk, és 1940-ben látott napvilágot ez a könyv, A sötétség délben, ami a 30-as évek nagy szovjet pereinek emberi kérdéseit vette górcső alá. Én azt hiszem, ez fontos, viszont H.I. Gyula megint csak egy olyan, akinek nem csak élettörténete, de a napi életében is rengeteg ellentmondás feszült. Igen, hát ezért izgalmas ez az egész történet, és meggyőződésem, hogy ennek a 40 éves barátságnak, ami őket összekötötte, ennek a tanulságai és változatossága, még érdekessége nagyon nagy figyelmet kell, hogy érdemeljen. Azt azért valamennyien tudjuk, hogy egyikőjüket sem kísérte figyelem az elmúlt évtizedekben. Olyan figyelem, amit megérdemeltek volna. Hát nagy meglepetés számomra is, hogy a világban a legolvasottabb magyar író sokak szerint Arthur Köstler. És ez hatalmas meglepetés lesz, azt hiszem, meg számomra mindenképpen az volt. H.I. Gyula pedig rengeteg forgatókönyvet írt, és tanulmányt, és ezzel is azt hiszem, hogy vezető ebben a rangsorban. Igen, hát Arthur Köstler 1975-ben hunyt el, H.I. Gyula pedig 86-ban, tehát azért bizonyos értelemben köztünk éltek még. Úgyhogy és korán sem véletlen az ő szerepvállalásuk ilyen nagyon szempontból. Nagyon-nagyon izgalmas előadás lesz. Mint ahogy Prohászka László könyvélmények című könyvét te magad fogod bemutatni. Azt hiszem, hogy ez is egy kivételes lehetőség arra, hogy az olvasás örömét népszerűsítsük. Hát Prohászka Lászlót jól ismerjük, már mi fehérváriak sokszor volt a vendégünk, már a Vörös Marti Társaságnak is a vendége, aki kiváló egyház történész és irodalom történész. És most egy nagyon érdekes próbálkozást hajtott végre a kedvenc, legkedvesebb olvasmányairól és olvasmány élményéről írt könyvet.
nagyon-nagyon változatos, és az ő hihetetlen felkészültségét és sokrétű munkásságát nagyon jól jellemzi. Én szerintem öröm lesz ő vele beszélgetni, mint ahogy remélem, hogy öröm lesz majd hallgatni ezt a beszélgetést. Ez rendkívüli kihívás egyébként, hiszen ő egy különleges személyiség mindenféle értelemben. Hát nézd, az a szerencse, mint minden kérdező embernek, te nagyon jól tudod, az a szerencse, hogy Prohászka László nem csak szeret beszélni, hanem tud is. Rendkívül színesen, változatosan, olyan tudásanyaggal és olyan tapasztalattal rendelkezik, ami úgy érzi az ember, hogy kikívánkozik belőle, tehát én bízom benne, hogy nagyon tanulságos és szórakoztató beszélgetés lesz, mert az ő személyisége olyan. Mint ahogy Simek Vali személyisége is, Simek Valériának két könyvéről esik majd szó, az Elhanvat napok, illetve a Hittem, szerettem. Én azt hiszem, hogy az ő írói, szerzői pályafutása példa arra, hogy mi mindent lehet elérni hittel, szenvedéllyel, szakmai tudással. Igen, és hát külön öröm, hogy Simek Valéria itt Fejér megyében, és tulajdonképpen szerves része a Fejér megyei irodalomnak. Váci Márk és talán P. Maklári Éva fogják ezt a beszélgetést vezetni vele, és bemutatni az ő új könyvét. Nagyon, nagyon színes, változatos egyéniség ő is, és az ő munkássága is, és külön kiemelendő a szülőföldje iránti szeretet, meg nagyra becsülés. Ugye ezt tapasztaljuk a könyveiben. Nagyon fontos, hogy a Vörös Marti Társaság továbbra is tartja magát, ha úgy tetszik. Ugye volt két nehéz esztendő, aztán a felújítás problémái, úgyhogy, de azért talpra állt a társaság. És ennek tükrében kérdezem, hogy akkor hogy állunk most, hiszen nyilván megmaradtak azok az állandó programok, amelyek eddig is vitték a jó hírét a társaságnak, ugyanakkor folyamatosan újjal kell előállni, arról nem beszélve, hogy itt az ideje, hogy egy kicsit a fiatal korosztályt, egy új nemzedéket is megszólítsátok. Igen, én úgy érzem, hogy ezen a megszólításon már túl vagyunk, tehát bevált a várban a Trambulin rovat, amelyikben pályakezdő fiataloknak az írásait közöljük, ami persze megfelelő minőségű írás, és népszerű is, és nagy örömet okoz, hogy természetesen egy pályakezdő fiatalnak, hogyha olvas egy ilyen országos irodalmi folyóiratba, és hát amellett ott van a Vörös Marti Kuckó, amit a Bokros Üdít vezet, és nagyon tehetséges fiatalok kerültek elő, és kerülnek napvilágra. Foglalkoztatjuk őket, tehát a várban van lehetőség a legjobbak közlésére, de itt is hangsúlyozom azért, hogy nagyon csínyán kell ezzel bánni. Nem felelősség nélküli feladat ezeket a fiatalokat, hogy elindítani az úton és útra bocsátani, de nagyon-nagyon sokat ígérő ez a munka, amit a Bokros Üdít végez fiatalokkal. És nagyon fontos, hogy azért az a korosztály, amelyik eddig meghatározta a székesfehérvári irodalmat, továbbra is aktív. Ugyebár, hát veled az élen természetesen, és ráadásul az, ami az Áron Nagy Lajos művészet barát körrel párhuzamosan kialakult, az azt hiszem, hogy megsüvegelendő. Hát köszönjük szépen. Nézd, az elmúlt két és fél esztendő, ez egy nagy próbatétel volt számunkra, és még mindig nincs vége annak a tortúrának, amit átéltünk akkor, mert például nincsen fűtés még egyelőre a terembe, úgyhogy ilyen alternatív módon fűtünk, de szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy kedden azért és a rendezvényeinken azért kellő meleg lesz a teremben, de hát nagy gondot okozott ez nekünk. És én is örülök annak, hogy törés nélkül, hát természetesen veszteségekkel, mert nem mindenki tudott hűséggel kiállni a társaságban, de hát ezért működünk, és különösen fontos, amiről beszéltünk, hogy a fiatalok jelentkeztek, és itt vannak velünk. Essék szó egy kicsit
a társaságnak arról a részéről, ami meghatározza a várat. Tehát azt látjuk, hogy egyre többen vannak, tehát ugye vannak állandó szerzők, és ráadásul olyan szerzők, akikben az olvasótábor, az irodalomkedvelők bízhatnak. Hogy állunk abból a szempontból, hogy egyre népszerűbb ebben az értelemben? Tehát nyilván nagyon sokan jelentkeznek írásaikkal, verseikkel, novelláikkal. Igen, és ez téma is volt a legutóbbi elnökségi ülésünkön, hogy hát nagyon nagy felelősség. Aki hasonló munkát végzett már, azt tudja, hogy milyen nehéz mondjuk egy szívvel, lélekkel és meggyőződéssel írt írást, bármilyen írást visszautasítani, hogyha az nem megfelelő színvonalú. De hát ez ezzel jár, és a főszerkesztőnek, meg a szerkesztőknek ez a dolga, hogy ezt megtegyék, akármilyen nehezünkre is esik sokszor. És hát ami nagyon nagy értéke talán a várnak, amiről sokat beszéltünk már, az, hogy minden számban tudunk közölni határon túl, határinkon kívül élő írók írásait. És ez rendkívül fontos az életünkben. Igen, a határon túli magyar irodalomról is szerettelek volna kérdezni, és most meg is teszem. Egyre inkább úgy tűnik, hogy teljesen összeérett most már. Tehát a trianoni határokon túl, északon, délen, mindenhol, keleten, nyugaton, függetlenül attól, hogy ugye az orosz-ukrán háború azért bizonyos értelemben a kárpátaljai magyar írók dolgát megnehezíti. De és azt érzem, hála jó Istennek, és nagyon nagy büszkeséggel tapasztalom, meg érzem magamban azt, hogy létezik a Vörösmarty Társaság közössége, és ehhez a közösséghez most már aktívan, szervesen kapcsolódik a határon túli magyar írók közössége. És azt is azt hiszem, hogy elmondtuk már, többször beszéltünk róla, hogy ezeknek a szakmai értékén túl van egy rendkívül fontos eredménye, azok a baráti kapcsolatok, amik kialakulnak, és kialakultak itt a határon túli magyar írók közösségével. Most a közeljövőben kaptam éppen két meghívást is, egyrészt délvidékre, másrészt meg felvidékre. Hát alig várom már, hogy olyan idő legyen, hogy neki merjünk gond nélkül vágni ezeknek az utaknak, mert ezek a találkozások, mondom, akárhol a határainkon túl, ezek mindig fantasztikus bátorítást adnak az embernek, meg hitet. És igen, erősítik ezt a barátságot. Hát igen, te nagyon jól. Így van, és ráadásul a határon túli magyar irodalom napjai egyre népszerűbb ebben az értelemben, igen, hiszen azért nem csak a határon túli barátaink jönnek, hanem Budapestről, meg tehát a hazánkból, igen, a szűk hazánkból is nagyon sokan, igen, részt vesznek. Milyen hosszú távú tervei vannak a Vörösmarty Társaságnak? Hát én a következő fél évre tervezek. Minden olyan rendezvény, amit eddig bevezettünk és működik, minden olyan rendezvényt természetesen folytatunk, és folytatjuk azokat az alkalmi rendezvényeket, amiket a Vörösmarty teremben tudunk megtartani, vagy másutt is. Hát ez különösen fontos, hogy ne csak a Vörösmarty teremhez, Kossuth utcai Vörösmarty teremhez kötődjünk, hanem különböző intézményekhez is, és hát kiváló kapcsolataink vannak a testvéri intézményekkel, úgyhogy igyekszünk minél nagyobb közönséget megnyerni, elsősorban olvasó közönséget megnyerni az olvasásnak és az irodalom szeretetének. Ugye azt látjuk, hogy azért a központi rendezvényeken ott vannak szép számmal azok, akik eddig is jártak, viszont továbbra is az egyik legfontosabb, hogy a fiatalokat kéne megnyerni. Ennél nehezebb feladat nincs egyébként, ez meggyőződésem. Függetlenül attól, hogy mi azért látjuk a versünnep zsűriében, hogy egyre több olyan fiatal van, akik nívós munkát fektetnek abba, hogy verset mondjanak,
egyik oldalról, és nyilván a pedagógusaik is elkötelezettek, viszont ez még nagyon az út eleje. Hát sajnos azt kell mondani, hogy így van, de Lajos, én mindig bízom egyrészt a fiatalságban, bármennyit szapuljuk őket, de azért hát vannak versmondó versenyek, irodalmi találkozások, ahol ott vannak a fiatalok, aktívan részt vesznek, és hát erről szól tulajdonképpen a mi próbálkozásunk a Várban is, hogy minél több fiatalnak adjunk lehetőséget. Ha nem bíznék a fiatalokban, meg nem bíznék abban, hogy tovább viszik a stafétabotot, és a nyomukba lépnek, hát akkor nagyon nehéz lenne csinálni, vagy egyáltalán nem lenne érdemes. Tehát én még egyszer mondom, nap mint nap érezzük, vagy hónapról hónapra, és évről évre, hogy mennyi sok tehetséges fiatal érdeklődik, és kezdi azt, hogy valahogy közén kerüljön. Hát te is nagyon jól tudod ezt, és sokszor azt mondhatom, hogy rendkívül felemelő élményeink vannak fiatalokkal, vannak rossz élmények is természetesen. És nyilván megerősítést hoz, hogy a Vörösmarty Társaság továbbra is nagyon fontos része a fehérvári kultúrának, hiszen ne feledjük, hogy most már kinyílt a világ, én legalábbis bízom benne, rövidesen jön a tavasz, bár most nem ezt látjuk, de én azért ebben is bízom, és az is nagyon jó, hogy például a színházak egyre inkább kitágítják azokat a lehetőségeket, ami a fiatalokat is érinti. Gondolok itt elsősorban az Örökségcsoport, a Teddy, a Fehér Holló, a Szabad Színház az Igézőben. Ez mind-mind nagyon-nagyon fontos számunkra. Nagyon fontos. A jövőnk szempontjából nagyon fontos. És hát kíváncsian várom, hogy a versünnepre mennyi jelentkező lesz. A híreim szerint nagyon sokan lesznek. Úgyhogy nagy kihívás lesz megtalálni a 12 döntőt. Még csak annyit hagyd mondjak, hogy készülünk, új esztendő van, készülünk egy antológia kiadásával, összeállításával. Érdekes, és nagyon, úgy gondolom, hogy nagyon vonzó, hogy a Vörösmarty Társaság tagjainak az írásai mellett az Áron Ödlős Művészetbarát Kör tagjainak a alkotásai kapnak ebben illusztrációként szerepet ebben a kötetben. Hát én most a versekről nem is akarok beszélni, mert teljesen természetes, hogy kiválónak érzem a kollégáimnak az alkotásait, viszont az Áron Ödlős Művészetbarát Kör tagjainak a munkájáról szívesen, mert nagyon színvonalas anyag lesz benne ebben az antológiában a részükről. Érdeklődéssel várom, mint mindazt, és mindig, amit a Vörösmarty Társaság elénk tár a magyar irodalom, hiszen ennek tükrében éljük meg a mindennapjainkat, az irodalomra szükségünk van. Öli, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és természetesen, kedves nézőink, önöknek is mondom, hogy beszámolunk minden egyes olyan történésről, ami fontos Székesfehérvár irodalmi életében. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő fehérvári beszélgetéseken. Minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.